Köszöntöm Önöket, a Telena magazint látják. 3 millió forintos pályázat segítségével számolnának fel Tolnamözsön egy illegális szemétlerakót. Bár az engedély nélküli hulladék lerakása bűncselekmény, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordanak minden hulladékot. Tolnamegyében egyébként a rendőrségnek viszonylag sok munkát adnak a hasonló lerakatok. Autógumik, műanyag hulladék és kidobott bútorok. Halmokban áll a veszélyes hulladék ennek a mözsi ároknak a partján. Nem csak itt, a hatalmas tér másik oldalán sem jobb a helyzet, ott főleg bezsákozott hulladékkal van tele az árok. Bár térfigyelő kamera is van, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Mi évről évre kitisztítjuk ezt az árkot, és ugyanilyen szorgalmasan az emberek vissza is töltik illegális hulladékkal. Gyakorlatilag mindenféle hulladék megjelenik ebben az árokban. Döglött és elpusztult állatoktól, hűtőgépen át, kommunális hulladékon át, heverők, bútorok, tehát gyakorlatilag nincs olyan, ami ott ne lenne. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. Részben a fertőzés veszély miatt, részben azért, mert a közterületek nem azért valók, hogy ott hulladékot tároljunk, és hát ennek az ároknak egyébként szerepe van, hiszen ez egy vízzel vezető árok, ami ugye, hogyha tele van hulladékkal, akkor eltömíti, és nem tudja a funkcióját teljesíteni, gyakorlatilag nem tud a víz elfolyni benne, és arra gondoltunk, hogy ez a 3 millió forintos keretösszeg, amire maximálisan pályázni lehet, ez elég lehet ennek a hulladék lerakónak a megszüntetésére. Arra most nincs lehetőségünk, hogy egyszerre mindent megszüntessünk, hanem most arra van lehetőségünk, hogy ezt a kiemelt projektet vegyük előtérbe, és ide erre nyújtsunk be pályázatot. Hozzáteszem, hogy egy kicsit kilátástalannak tűnik egyébként, mert hogy, mint mondtam, évről évre mi ezt igyekszünk felszámolni, ezeket a lerakókat is elszállítatjuk onnan a szemetet, ami bizony kemény munka, akár kézzel, akár géppel végzik ezt az emberek, és ennek elég nagy költsége volt már eddig is. Valamiféle megoldást fogunk arra találni, vagy fogadunk egy őrt, vagy jobban bekamerázzuk a területet. Tehát valami igaziból azt kéne megakadályozni, hogy ne lehessen oda hulladékot vinni, de én attól tartok, hogy azok, akik próbálok finoman fogalmazni, akik inkább a kukán kívül helyezik, meg a hulladékudvaron kívül helyezik el a szemetet, azoknak a kedvét ez nem fogja szegni. Az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít, amiért alapesetben akár 3 év börtön is kiszabható, de ha veszélyes hulladékról van szó, akkor a büntetési tétel 5 év. Abban az esetben, hogyha valaki a hatóság engedélye nélkül egy arra ki nem jelölt helyen hulladékot tesz le illegálisan, az 1-től 3 évig terjedő szabadságvesztésre büntethető, mert a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntettet követi el. Ezt természetesen el lehet követni gondatlanságból is, ilyenkor 1 évig terjedő szabadságvesztés az, amire számíthat az elkövető, viszont vannak súlyosabb esetek, amikor valaki nem normál háztartási hulladékot helyez ki illegálisan egy adott területre, hanem veszélyes hulladékot. Sokan azt gondolják, hogy egy ártatlannak tűnő olajos kanna, vagy egy étolajos flakon az ugyanolyan háztartási hulladék, vagy egy akkumulátor, vagy egy lemerült elem, viszont ezek már mindegyik alkalmas arra, hogy az emberi életre, a vagyonbiztonságra, illetve a környezetre veszélyes lehet. Ebben az esetben, hogyha szakértő megállapítja az ilyen esetekben indított bűnügyekben, hogy valaki veszélyes hulladékot helyezett el, akkor akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Tavaly évben volt olyan eset, amikor úgy sikerült a rendőröknek az elkövető nyomára bukkanni, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok közé nem csak a szemetet, illetve a veszélyes hulladékot helyezte ki, hanem a saját maga által befizetett telefonszámlának a feladóvevényét, illetve a telefonszámlának a számláját is, amint természetesen azonosítható volt rögtön, hiszen a lakcíme is ott szerepelt a számlán. A rendőrségnek csak tavaly több mint 60 ilyen esetnél kellett Tolna megyében intézkednie. Idén utoljára 20. alkalommal adták át a 2000-ben megalapított Tolna megyei művészetért plaketteket. Mutatjuk, kik kapták ezeket. Milyen lehet az a császár? Aranyhal! Ővé a világ! Hitegessem, csalogassam? Nem ingyen kín a világ. Hitegessem, csalogassam, tán nőül vesz kerekem. S mennyasszony ajándékul. A világ mutatja nekem. A Szekszárdi Gitár Kvartett zenés versei segítettek a közönségnek az alkalomra hangolódni a Tolnai Magházban. A Tolna megyei művészetért díj átadóin az évek alatt hagyományá vált, hogy az előző évben díjazottak rövid műsorral készülnek. Úgy gondoltuk, hogy 20 éven keresztül 5 plakettet kiadunk. Most ez a 20 év most telt le, összesen 100 plakettet adtunk ki Tolna megyei íróknak, költőknek, előadó művészeknek, képzőművészeknek és művészetpártolóknak. Gondoltunk a kismesterekkel, a kézművesekkel is, meg ők is megérdemlik ezt a megbecsülést. A három civil szervezet, aki megalapította, az a Kézjegyklub, aki a tollforgatókat fogja össze, a Bárkaszalon, aki a képzőművészeket fogja össze, és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Utóbbinak Saramon Márta az elnöke, a Bárkályi Lönhárt Ferenc, én pedig a Kézjegy tollforgató klubját vezetem. Tili Jánosné évtizedek óta foglalkozik elsősorban sváb viseletbe öltöztetett babák készítésével. Munkája elismeréseként korábban már a Népi Iparművész címet is megkapta. Most pedig a Tolna megyei művészetért plakettet vehetett át. Nagyon örültem ennek a megtisztelésnek, amit tulajdonképpen kaptam, nem számítottam rá. Nem, az, hogy nem is tudtam róla, hogy van ilyen, sajnos. És hát sok év munkája, nem is munka ez, hanem hobbi és egy nagy szerelem. Tulajdonképpen az, hogy munka az túlzás, de nagyon megtisztelő, és főleg ilyen környezetben és ilyen társak között igazán kitüntető dolog, hogy megkaphattam ezt az elismerést. Otthon 62 babám van, 32 településről. Hát ez elég sok utánajárást kíván. Múzeumokat, faluházakat, tájházakat, magángyűjtőket, magánembereket keresünk meg. Férjem nagy segítség, mert egyedül nekem ez sok lenne. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon szép munka. Mikor elkezdtem, nem gondoltam volna, hogy ekkora örömet jelent, és ilyen csodálatos dolog, ami a hagyományokban, a viseletkultúrában rejlik, mert valami gyönyörű. Nyári Éva 1992 óta vezeti a nagymúltú kapostánc együttest. A sárközi, somogyi, alföldi, szatmári, erdélyi és moldvai táncokat is tartalmazó repertoárjukkal az elmúlt évtizedek alatt számos hazai és nemzetközi sikert értek el, míg nem az együttes vezető, a Tolna megyei művészetért plakettet is átvehette a népi tánckultúra megőrzéséért. Amire nagyon büszke vagyok, hogy egész 3 éves kortól egészen 25-26 éves korig is részt vesznek a fiatalok az együttes életében. A díjak közül, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon-nagyon nagyszerű volt a Grand Prix díj, mert azt elnyertük Veszprémben, éneklésben is, és néptáncban is. És ez nagyon-nagyon
nagy újongással és meglepetéssel ért bennünket. Sárközi táncokat is táncolunk, igyekszünk sokféle tánctípust megismerni, hiszen igény van rá a gyerekek részéről is, meg ügyesek, és aztán szeretnék az egész kárpát-medencei táncokkal megismertetni őket, az egész Nagy Magyarországot megismerni. Tánctáborokkal elmegyünk oda, tanuljuk, most Székre megyünk. Székre fogunk utazni március 15-től 18-ára a széki táncok és a széki dalok ismerete miatt. Bognár Cecil neve régóta jól csengő cégér kultúrával foglalkozó körökben. Tanítóként, népművelőként, énekesként, tárogatósként, kórus vezetőként is komoly elismeréseket ért el. Mások mellett a Magyar Kultúra Lovagja címet is kiérdemelte. Hát az elődök lombján lövekszik az erdő. Micsoda nagyszerű gondolat, nem tudom, hogy ha nézők jártak olyan helyen, ahol egy 20 évvel ezelőtt egy gyönyörű erdő volt, és mondjuk egy erdélyi kirándulás kapcsán, nézd oda, alig van már egy-egy fenyő csak. És ugye, hogy is van a mondás? Az elődök lombján növekszik az erdő. De ha nincs az elődöknek lombja, vajon növekszik az erdő? Vajon megtaláljuk egymást? Vajon lesznek-e új fák? És ha ezt átvetem arra gondolatsorra, hogy mi emberek át tudjuk-e adni azt az értéket, azt a kincset, amit a magyar kultúrának nevezünk. Nem csak természetesen az irodalmi, az olvasott irodalom tartozik a magyar kultúránkhoz, a himnuszunkkal együtt, hanem bármi, amit magyarnak nevezünk, a táncaink, hiszen a táncnak is van nyelve, a táncolásnak van üzenete. Aztán ugyanilyen nyelvezete van, ha énekelünk egy népdalt, amiben a fájdalmainkat, az örömeiket mondjunk meg. Ez is egyfajta sajátos nyelve a kultúránknak, ha énekbe szólal meg. Természetesen egy versről nem is beszélve, vagy éppen egy prózai szövegről. Makai Tamás és felesége 10 évvel ezelőtt vettek meg egy romos kastélyt Miszlán, amit előbb rendbe hoztak, majd a megye egyik legjelentősebb művészeti centrumává fejlesztettek. Évente több mint 100 alkotó fordul meg náluk alkotótáborokban és kiállításokon. A 90-es évek elején egy szakmérnök hisztem, mint műemlékvédő, építészmérnök egyébként a foglalkozásom, és ingatlanfejlesztéssel foglalkoztunk, és kiderült, hogy rengeteg olyan kúria van Magyarországon, ahol nem jó kezekbe került, és ahol nem a funkciójának megfelelően használják ezeket. Ez az egyik indítatás. A másik az, hogy a baráti körünkben számtalan művész és zenész él, és ezeknek próbáltunk egy olyan művészeti környezetet teremteni, ahol éves szinten találkozhatnak, dolgozhatnak, táborokat és különböző összejöveteleket szervezhetnek, és ez volt az alapvető indítása ennek a dolognak. Rács Róbert sárközi és óbányai edényeket készít. Munkája elismeréseként 2002-ben megkapta a Népi Iparművész címet, most pedig a figurális edényeiért a Tolna megyei művészetért emlékplakettet. Én mondhatnám azt, hogy tőzsgyökeres várdombi vagyok, tehát itt ugye Szekszárdtól dél irányban fekvő település, a Sárköz szélén Várdomb és Vár település. Tehát ilyen értelemben tehát ugye németek lakták, és az óbányai kerámia az pedig németes eredetű, tehát Óbányán ugye sváb, illetve német fazekasok készítették ezeket az edényeket, és ugye így gondoltam én azt, amikor még a tanuló éveim után Kárászon dolgoztam, egy kárászi fazekas barátomnál, aki ugyancsak óbányait készít, és én ezt tőle tanultam, hogy, és nagyon megtetszett egyrészt, és akkor így összekötöttem ezt a két dolgot, tehát a településsel a stílust. A Sárközi pedig, hát én ezt a mesterséget érettségi után tanultam kaposvári iskolába, és ugyanúgy, mint rendes szakmunkás iskolákba kellett egy gyakorlati munkahely, és nekem ez akkoriban a Szekszárd csatári kerámia üzem volt, ahol sárközi edények készültek, és a sárközi stílus díszítését én ott tanultam. Tehát és igaziból ezért. Tehát ugye, és most is tehát ugye Várdombon lakom, tehát Várdomb
földrajzilag ugye a sárközi fa, sárközi szélén helyezkedik el, tehát gyakorlatilag az 56-os út mentén, és tehát ugye Sárköz mellett vagyok, meg benne vagyok egy német faluba, tehát ezért a Sárköz, illetve az óbányai stílus. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tehergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, De Ferenc utca 5. Legyél részese a megy egyik legjobb gimnáziumában zajló mindennapoknak. Tudod, hogy mindenki másnál jobb vagy abban, amit csinálsz? Na, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban megmutathatod, mi nem önéletrajz írásra, hanem az életre készítünk fel. Nálunk nem csak magyarul, de angolul, oroszul, németül vagy akár olaszul is piacképes tudást szerezhetsz. Rendhagyó tanóráink, foglalkozásaink segítenek megtalálni a számodra a legideálisabb hivatást. És természetesen tehetséggondozó és sportfoglalkozások is, valamint pezsgő diák élet vár rád nálunk. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően pedig már a gimnazista éveid alatt belekóstolhatsz az egyetemisták életébe. Egyéni bánásmód garantáltan az egyéniségethez igazítva a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, ahol valóban a benned rejlő tehetség kibontakoztatása a célunk. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Jöjjenek velünk a 2019-es velencei karnevára. Non-stop és egy szállásos akciós ajánlattal várjuk Önöket február utolsó és március első hétvégéjén. Ha még nem látta, ne hagyja ki és merüljön el a világhírű karnevál forgatagában. Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban, busszal személyenként már 26.900 forint per főtől, és fizetni rá majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Friss hús, mindegy, hogy sertés vagy marha, eladónk készen ön elé rakja, és a szárnyas húsra se legyen gondja. Ez még nem minden, nálunk füstölt áruk, savanyúságok, delikát termékek is várják vásárlóinkat. Ha a főzés a gondja, pecsenyesütőnk az udvarban ezt is megoldja. Hurka, kolbász, pecsenye, hamburger, kirosz vagy akár egy tál ételeink közül is választhat. Keressen minket, Ínyenc Birodalom Tolnán, a sportcsarnokkal szemben. Folytatjuk is a Telena magazint. Előző adásunkban a babamasszás fortéjaiba nyerhettünk betekintést Markó Lilla által, most pedig a csacskamacska zenés foglalkozás hangulatát és a kicsikre kifejtett hatását mutatjuk be. Vígan csúszik a kis szám, lecsúszunk. Mi mással is kezdődhetett volna a csacskamacska mókatár, mint a bölcsödés gyermekeknek szóló zenei foglalkozás nevét viselő cicák köszöntésével. Az életre kelt fekete és fehér macska báboktól teljesen lázba jöttek a gyerekek. Reggel van már a csogó, ütörészik a rigó, csirip, csirip, csicserek, szép jó reggel gyerekek. Majd jöttek a jól ismert gyerekdalok, a szülők önfeledten kapcsolódtak be az énekekbe, a kicsik pedig ringatóztak, dúdolták a jól ismert vagy éppen kevésbé ismert dallamokat. Markó Lilla játékos, komplex fejlesztő foglalkozása nem ismeretlen a helyi anyukák számára. Évek óta tart foglalkozásokat egészen kicsi, akár tipegő, beszélni alig tudó gyermekeknek Tolnán. Foglalkozásait a gyerekek nyelvén tartja, mondókákat, énekeket tanít a kicsiknek és szüleiknek.
az aznapi foglalkozása is megtelt a terem. Volt itt fél éves és 3 éves korú gyerek is. Volt olyan anyuka, aki 2 legyet ütött egy csapásra, és nem csak a reggeli babamasszázson, hanem a csacska-macska mókatáron is részt vett mindkét gyermekével. Hallottunk erről a lehetőségről, hogy lesz itt foglalkozás kisbabákkal, totyogósokkal, eljöttünk megnézni. Hogy tetszett az előző foglalkozás? Jó volt. Tetszett a babának is. Hallottál új információkat? Igen, ilyen babamasszás még eddig nem csináltunk egyikkel se. Belevágtál volna egyedül egyébként? Hát a tesót kellett masszírozni. Öt masszíroztam, de hát önálló nem volt még egy, aki folyton a nyakamon lógott. Az anyuka azt mondja, azért jöttek el, hogy kislányai jól érezzék magukat, új élményeket szerezzenek, miközben más gyermekekkel is megismerkednek. A foglalkozás nem titkolt célja, a közösségbe való beszoktatás. 2 gyerekkel azért elég nehéz, de lehet. Elképzelhető, hogy igen. Igen. A következő alkalommal is el fogsz jönni? Remélem, el tudunk. Több édesanyja hónapok óta jár ilyen foglalkozásra, és azt mondják, ez már a heti programjuk részévé vált. Annyira szeretnek összejönni más gyerekes édesanyákkal és énekelni, mondókázni. Egy pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok 2 éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos fejlesztő foglalkozásokon a helyi kulturális központban. Egy sikeres pályázattal, aminek keretében létrejött Tolnán a Család és Karrier Pont. Számos olyan programot kínál elsősorban nőknek, ami akár a munkaerőpiacra visszatérést jelenti, de akár a gyerekfoglalkozásokat. Ingyenes táboroztatást csináltunk a nyáron alsó tagozatos középiskolás gyerekeknek. Nagyon hasznos programokkal tudunk előállni. Itt most példaként említhetném a háztartási praktikák című nagy sikerű programsorozatunkat, amit már tavaly el tudtunk kezdeni. Most ez a baba-mama foglalkozás, ezt 2 korosztálynak hirdettük meg. Nagyon örülök neki, hogy nagyon kedvező a fogadtatás, hiszen ez a pályázat, ez lehetővé teszi, hogy még az elkövetkezendő 2 évben ilyen nagyon hasznos programokat tudunk nyújtani, és nagyon remélem, hogy továbbra is igényt tartanak rá tolnai hölgyek és szülők, illetve kisgyermekes anyukák. Nem is gondolnánk, hogy a tolnai városi téli kispályás labdarúgó bajnoksága az Altaripa a legrégebbi a versenysorozatban az egész megyét tekintve. Még a rendszerváltozás előtt elkezdődött, és immáron a 32-et rendezik az idén. Egy élcsapat a Fehér Felsőben pályára épült DZ hűtés technika a tavaszi második fordulóban, éppen ott jártunkkor, egy számára viszonylag könnyen legyőzhető csapatot kapott. A papírforma érvényesítésével továbbra is ott vannak a dobogón a hűtés cég képviselői, akik a fiatalok és a régebbi rutinos játékosok sajátosan jó egyvelegét alkotják. Tovább éltetik az Altaripa kupa idei elhódításának tudásuk alapján nagyon is valós reményeit. Egyébként éppen 10 éve szerepelnek ezen a tornán. Rosszul kezdődött a meccs, hiszen egyetlen kapusotok se volt itt, és egy obsitos futballlegenda, a kis Jani állt be a kapuba. Ez némi veszélyeket rejtett, hiszen a kékek nem voltak rosszak a tabellán sem, meg a játékban sem. Nem, János a Jolly Jokerünk, tehát ő minden posztra, akár még a kispadra is nagyszerűen befér. Hátul irányítja a irányítja, onnan indult, tehát hátul kezdődik a támadás, és ő nagyszerűen elosztja, jól át a pályán még mindig. Ez a hűtés technika egy remek kis baráti társaság, régóta együtt vagytok, vegyes csapat, tolnaiak is, meg is. Teljesen vegyes csapat. Hát igazából már több mint 10 éve játszunk itt, mindig szóródik ki ember, mindig jön hozzá új. Hát az idéntől látszik az eredményen fiatalítottunk, úgyhogy a fiatalok azért húzzák előre a szekeret. Mindenképpen a dobogó a cím, pontszámban elég jól állunk, tehát az első helyezettől 2 pontra vagyunk elmaradva, de a negyedik az már 6 ponttal mögöttünk van, úgyhogy igazából csak mi ronthatjuk el. Nem sokat kellett várnunk az idei Altaripa kupa talán legnagyobb favoritjára, a fekete szerelésben pályára lépő Kuban Krasznodár névre hallgató együttese. Éppen a legjobb nevű csapattal, a Chelsea névre hallgatóval meccseltek. Ők képviselték már, mint a feketék, a lendületet, a dinamikát és a látványos támadó játékot is.
nagyon erősek és roppant céltudatosak is. Az angol sztárcsapat nevét viselő pedig az öreg fiú kategóriába tartozik abszolút. Ennek ellenére a nemzetközi szinten nem éppen neves Krasznodárnak bizony meg kellett szenvednie ellenük a kis különbségi győzelemért. De miért ez a név, kinek az ötlete volt a kubán Krasznodár csapatnév felvétele, amely egyébként az orosz első osztályú bajnokságban szerepel, nem keverendő a másodosztályú sima FC Krasznodár. Amikor összegyűjtöttük a játékosokat, akkor készítettünk egy Facebook csoportot, ahol ugye a dolgokat eldöntöttük, hogy mi legyen a csapatnév, milyen legyen a messzín, ilyen fontosabb dolgokat eldöntöttünk, akkor megszavaztattuk, hogy mindenki dobja be, mi a csapatnév ötlete, és tulajdonképpen három ötlet volt, amit úgy viccesnek, jópofának gondoltunk, és ebből ez a Kubán Krasznodár név kapott kettő szavazatot. A másik két csapatnév meg egy-egy szavazatot, és akkor így demokratikus úton úgy döntöttünk, hogy legyen ez a csapatnév, és legyen fekete a csapatszín. Három éve szerepelnek ebben a felállásban az Altalipán, és ők a tavalyi bajnokok, naná, hogy az idén címvédésre készülnek. Ha nem is mindenki tolnán bejegyzett lapcímmel rendelkezik, de a menedzser állítja, mindenki tolnai származású ebben a foci által összehozott baráti társaságban. Megye 2-be játszanak páran, ha jól tudom, Tolna 2-be, Dunakömlődön, tehát több csapatban is játszanak a Megye 2-be. Vannak olyan játékosok, akik már nem nagy pályáznak, de ha jól tudom, egy-két kivételtől eltekintve mindenki nagy pályázott legalább pár évet. Ki a szponzor, aki támogat benneteket, vagy nem is kell egy szponzor, befizetitek ti saját magatokat? Mi saját magunkat szponzoráljuk. A tavalyi bajnok, a Kubán Kaszkád, aki játszik, az most is fönt van a spiccen, jó játékerőt képvisel, de a DZ hűtéstechnika is már felemelkedett hozzá, úgyhogy szerintem vannak hagyományosan jó csapatok, és vannak meglepetésszerűen új csapatok. A Chelsea a hagyományosan jó kategória. A legrégebb óta együtt vannak, és öreg fiúkként az a különleges érzés keríti őket hatalmukban, sokszor, amikor a másik csapatokban már a fiaikkal találkoznak szemben. A két. Több mint 20 éve focizunk az Altalipán a Chelsea néven. Hát voltunk elsők is, dobogósok is többször. Most az idei évünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de hát küzdünk a jó helyezésért. Hogy álltok még ott a negyedik, ötödik hely körül? Nem, most a hetedikek vagyunk. A fiatalítás elvből sincs napirenden a Chelsea-nél. Nincs új, tulajdonképpen szeniorkorú az összes játékosunk, az öreg fiúk bajnokságban is ugyanezzel a csapattal játszunk, tehát a probléma az csak az, hogy tulajdonképpen itt a fiaink ellen focizunk ma. Ez nagyon jó, mert azért nektek találták ki ezt, nem feltétlenül azoknak a fiataloknak, akik máshol is, más fronton is érdekeltek. Mi a közös nevező? Egy baráti társaság? Vagy azonos érdeklődési kör, munkahely azonos? Nem, abszolút a focihoz minket össze. Rendkívül széles a munkahelyi skála a csapaton belül, de a foci szeretete gondolom az, ami ebbe a korba még hajt minket a pályán. Az Altalipa a semlegesnek mondható vélemények szerint az egyik legjobb kor összetételű a téli kispályás bajnokságok során Tolna megyében. Nem esnek egymásnak a csapatok, abszolút sportszerű a légkör, nincs kirívó tudásbeli különbség sem a csapatok között. Meglepő, hogy csak ugyan kiállítás nem történt tavaly se, és az idei bajnokság van, még kiállítás nem történt. Két perces kiállítás volt, de ilyen, hogy büntetni kellett volna, eltiltása nem történt. Tehát valóban sportszerűbbek vagy nyugodtabbak már a csapatokban a játékosok. A legnagyobb múltú labdarúgó, teremlabdarúgó bajnokság az Altalipa, ami még a rendszerváltozás előtt már elkezdődött, van, aki éppen 32-szer szerepel az idei tornán. Egyéb iránt a rendes bajnokság mellett egy külön öreg fiúk bajnokság is fut. Van, ahol öreg fiúk van, ott úgy van meghatározva, hogy 40 év fölöttiek játszhatnak csak. Ez 6 csapat nevezett, és az Alligában, a bajnokságban pedig 8 csapat nevezett. Gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, van 200-220 főt mozgatunk meg ebbe a kispályás labdarúgó bajnokságba. Amelynek ünnepélyes díjkiosztója már a futballtél végét, annak kispályás korszakának lezárását jelenti, és egyben a nagypályás szezon kezdetét is jelzi Tolnában is.
Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket néztek, viszontlátásra!